Molnár Renáta, Adilladott első vendége, miközben a Corvé módszertan alapítója. Szép reggelt kívánok, Isten hozta. Isten hozott, mert hogy mi tegeztük egymást a múltkori alkalommal is, nagyon szépen köszönöm előre is. Itt vagyunk a Corvé módszertanról beszélni, és amikor a Corvé módszertanról beszélünk, akkor talán fontos először magáról a módszertanról beszélni, mi is az a Corvé módszertan, mert hogy itt az elmúlt időszakban különösen azt gondolom, hogy híresekké, vagy népszerűkké váltak a különböző lelki és testi módszerek, és hát ez mégiscsak különbözik, és egyben ötvözi is a különböző, hát igen, módszereket. A Corvé módszertan az egy komplex egészségprogramra épül, és nagyon fontosnak tartottam azt, hogy három pillérre építsem. Ez nem más, mint a sport, mozgás, lélek és az élet. És ennek a három alapnak a megközelítése az 7 plusz 1 oldalról, azaz 8 oldalról támogatja, segíti, építi föl a mai kor emberének az egészségét. És ebben a 8 lépésben, vagy 8 oldalról való megközelítésben az a nagyon fontos, hogy nagyon, tehát az alapokról kezdjük az építkezést. Tehát akár a testről is olyan dolgokat tanulunk, amiben ugye én mentálhigiénész szakemberként, személyedzőként, tanárként, ugye lelki gyakorlatok vezetőjeként, tehát a testet egy olyan kinematikai egyensúlyba és mozgásba segítem, ahol beállítom személyre szabottan, hogy számára ugye a test hogyan tud egy olyan értéket képviselni, amiben ugye a mindennapi létét meg tudja élni. És akkor ezt ugye kiegészítem olyan lelki, gyakorlati lépésekkel, amiben ugye fel tud töltődni, amiben az életét úgy tudja megélni, hogy a számára akár olyan örömforrásokká is tud válni, ami hát segíti a mindennapi létben. Ugye ma nagyon sok kihívással nézünk szembe, és hogy akár hogyha vesszük a háborút, akár vesszük ugye a kapcsolati, a párkapcsolattól kezdve a magányosságig, tehát hogy olyan sokféle módon kell nekünk itt helytállni, és hogy ebben a helytállásban mik azok a faktorok, amelyek töltik, segítik, építik az egészségünket. Mostanában rendszeresen hallom, hogy hát én nem lenne az az illető a fiataloknak a helyében, hogy ő nem lenne most már megint fiatal, mert hogy, hát mint említette is, mennyi olyan faktor van, mennyi olyan dolog van. Ugye mondjuk azt, ez egyfajta klisé lett, egyfajta közhely, hogy hát felgyorsult világ, de valóban azt gondolom, hogy kimondhatjuk, hogy hát gyakorlatilag minden egyes percünkben van táblázva. És olyan érdekes, hogy a múltkoriban beszéltem egy másik személlyel, a jólunk szempont az oktatómmal, és akkor ő pedig említette, hogy hát hogy jól vagyok, mert hogy mindig valamilyen, mint említette, kihívások, rengeteg program van, hogy néha azért érdemes lenne lelassulni, mert hogy kiégés. És a kiégés az egy tényleg egy olyan téma, ami rendszeresen előkerül, és most már rendszeresen különböző sajtóorgánumok is hát cikkeznek róla, videókat gyártanak, hiszen érdemes lenne ebbe az irányba is a figyelmét a nézőközönségnek irányítani. Igen, a kiégés, ez a témakör ebben az egészségprogramban egy kiemelt szerepet kap. Ennek a preventív megközelítése, illetve, hogyha már valaki ugye egy ilyen kiégett állapotban van. Ez azért nagyon fontos, mert ma szinte minden generációt elér ennek a kihívása, és akárhogy keresi a helyét a világban, keresi a helyét a mindennapokban, tehát pont ez a program, ami most lesz ugye jövő héten péntek estétől vasárnapig, ugye ez főképpen azt a korosztályt szólítja meg, főképpen nőket,
hogy mik azok a faktorok, tényezők a hölgyek számára. Általában ez a 35 és 75 éves korosztály az, aki eljön ezekre a programokra, hogy mivel tudja ő a mindennapi létét feltölteni. Hiszen hogyha ezt úgy képzeljük el, hogy az életutunkban vannak kihívások, tehát olyan negatív impulzusok, hogy ezeket hogyan tudjuk átfordítani egy olyan pozitív szemléletté, ami segíti a mi feltöltődésünket. És ugye, hogyha megnézzük azt, hogy akár fizikai szinten, mik azok a mozgásformák, amelyek segítenek bennünket ebben a feltöltődésben, legyen ez akár egy séta, egy gyaloglás, vagy legyen egy olyan gerinc stabilizáló torna, amit akár bent is tudunk végezni, akkor ez fizikailag tölti, de ennek természetesen van egy olyan lelki aspektusa, amiben meg tudja élni a mozgás örömét. Kiégés, sokszor használjuk. Mik lehetnek ennek a tünetei? Mert hogy halljuk, mondjuk úgyse érint ez engem. Hát szerintem én is sokszor azt mondom, hogy engem úgyse érint. Lehet, hogy majd egyszer ez számomra is egy valóság lesz, realitás lesz. De hogyan tudom felismerni azt, hogy hát ezen az úton járok, a kiégés felé vezető úton? Vannak egyfajta tünetek? Vannak olyan konkrét, hát akár olyan dolgok, amikor mutatják, igen, hogy hát ebből nagyon csúfos vége lehet. A kiégésnek ugye több stádiuma is van, hogyha fizikai szinten nézzük, én azt látom, hogy tehát a kedvetlenség, akár hogyha lelki útat nézzük, akkor kicsit ez a nincs kedvem felkelni, itt fáj, ott fáj, akkor nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy érzelmileg visel meg bennünket. Hirtelen elveszítjük a jövőképünket. Ez különbözik egyébként a depressziótól, vagy tulajdonképpen a kiégés az a depressziónak a tünete, vagy a depressziónak a kiégés a tünete? Lehet egy olyan stádium, amiben már eljutunk oda, amikor már annak egy olyan pszichoszomatikus mély tünet együttese van, amiben már ugye egy ilyen kilátástalanság, nagyon mély befelé fordulás, reményvesztettséget élünk meg, és ez nem csak egy ilyen pillanatnyi fellendő, vagy fellángolása, vagyis éppen kiégett állapota, hanem ez mondjuk több héten keresztül már rányomja a lelki, érzelmi, mentális állapotunkra a bélyegét. És ugye ebből való felszabadultság, ebből való kilépés is ugye egy nehézkes folyamattá tud válni számunkra, mert nem érezzük, hogy nekünk ebben lépni kellene. És ilyenkor nagyon sokat számít az, hogy vagy akár a társas kapcsolatainknak a beszűkülése. Tehát annyira befelé fordul, hogy már elveszi azt a fajta érzékenységét, hogy mondjuk az embertársai felé nyisson. Tehát egy olyan negatív spirál indul el az ő lelki, érzelmi világában, ahol nagyon sokszor egy ilyen életuntsággá válik ez a folyamat. Érdekes, hogy itt Magyarországon lehet, hogy inkább egy tünetként mondjuk azt, hogy ez a kiégés az egy tünet, külföldön már szindrómának mondják, ugye burnout szindróm, ugye ez a... És amikor már beszélünk az kiégésről, akkor talán nehezen lehet most már elválasztani a szorongást, ami hát talán nem egy szindróma, de az is egy, azt gondolom, hogy az én generációmat biztosan, hát a mindennapjaikat, vagy ha majdnem minden más harmadik fiatalt érint már. Ha maga a szorongást nézzük, annak van egy olyan faktor része, ami még azt mondom, hogy az emberhez hozzátartozóan teljesen természetes
folyamat. Viszont, hogyha a szorongásnak a pszichodinamikáját nézzük, és mondjuk annak a mélységeit is, akkor ennek van egy olyan szindrómája valóban, ami már ugye az egészségünket is kikezdheti. És például ugye ebben a programban, ezekben a programokban erre helyezzük a hangsúlyt, hogy megnézzük, hogy mik azok a szorongás tényezők, faktorok személyre szabottan, ami az adott személynek ugye nagyon mély kihívást jelent. És erre olyan gyakorlatokat végzünk, ami segíti ennek az oldását. Akár egy beszélgetés, egy csoportos vagy egy személyes beszélgetésben hozzuk napvilágra, felszínre, hogy mi az, ami az ő életútjában egy ilyen nehézséget okoz. És megkeressük azokat akár elfojtások során felgyülemlető fájdalmakat, nehézségeket, amiket hát megpróbáljuk oldani ezekkel az együttlétekkel, akár személyes, akár csoportos együttlétekkel. És pontosan, hogyha ezek a felszínre jutnak, és megkeressük ezeket a lehetőségeket, és itt nem a mozgásról, az egy faktor, hanem bizonyos akár feladatok, vizualizációkkal, tehát egy ilyen kicsit terápiás metodikával is feldolgozni ezeket, és egy pozitív spirállá, dinamikává átformálni, akkor ez segíti őt abban, hogy akár az életútját újra gondolja, avval az elfogadó szeretettel, hogy igen, ez nagyon sokunkkal előfordul. Tehát társak vagyunk mi ezen az úton, és hogy egy megértő figyelemmel közösen lépünk ebben, és hogy a társainak is hasonló nehézségei vannak. Ez nagyon nagy mankó és segítség tud lenni ezekben a közös együttlétekben. Talán pont a délelőtti műsorunkat azon nézik édesanyák, nagymamák, talán illetve azok biztosan nem, akik éppen a munkában vannak, legyen az férfi vagy nő. Viszont azt elmondhatjuk, hogy ez a mostani program, tehát november 4-től 6-ig, mondhatom, hogy lelki gyakorlat egyébként? Van olyan faktor része, ennél, tehát ez egy aktív pihenés, tehát a töltődj föl aktív pihenés hölgyeknek. És ez azért fontos, mert van benne egy pici lelki gyakorlatos rész, de a fókusz inkább arról szól, hogy akár egy rövid előadás, majd egy interaktív beszélgetés, akár egy személyes átgondolásban is, hogyan tudnak feltöltődni. Anyukák, magányosak, egyedül élők, nagyik, tehát a hölgyeknek a különböző generációi. Igen. Azt gondolom, hogy nekem férfiként ezt könnyebben tudom talán azonosítani, hogy mik azok a dolgok, akár a tömegközlekedésen kezdve, az internet, stb., amik tényleg okozhatnak egy szorongást. Amikor ott van egy édesanyja otthon gyermekeivel együtt, úgyhogy gyakran ők is megfogalmazzák, hogy hát egy inger szegény környezet sokszor. Vagy hát lehet, hogy túl sok inger, kinek mi. De hogy mik azok a szorongások, amik akár otthon érinthetik egyébként egy ilyen édesanyát? Hát sok tapasztalatom van ezzel kapcsolatban, hiszen én magam is, ugye 4 gyermekes édesanyaként nagyon sokáig ugye otthon voltam a gyermekeimmel, és a rutin feladatoknak, hogyha mondjuk anyaként nézem, azok a rutin feladatok, amit mondjuk egy otthon lévő anyukának el kell végeznie, az sokszor felőrli, mert ugye folyamatosan adunk, és magunk kihűrülünk ebben a folyamatos adásban. Én azt gondolom, hogy megfelelésben, hogy minden helyén legyen, ugye akár ugye a házastársnak való megfelelés, a gyermekeink segítése, és hát elfáradunk benne, és én azt tapasztalom, hogy az önbizalom sokszor nagyon megtörik
a hölgyeknek, anyukáknak is, hogy jó helyen vagyok, jó az, amit csinálok, jól csinálom. És ugye ilyenkor, amikor ebben a feltöltődés programban együtt vagyunk, akkor tapasztalják meg azt, hogy nekik is kell egy pici én idő, mert akkor utána sokkal többet tudnak adni mások számára is. De ha én nem vagyok feltöltődve, akár lelkiekben, akár fizikailag, akkor nehezen tudok utána én is a mindennapi, akár rutin feladatoknak megfelelni. Nem sokára, sajnos meg kell itt a beszélgetésünket fejezni. Annyit még mondjuk el a nézőinknek, hogy akik érdeklődnének. Tudjuk, hogy itt főleg nőknek szól ez a, sőt, nőknek szól ez a mostani program. Hol tudnak regisztrálni, és hogy hol, és hogy hánykor, hanyadikán, mikortól kezdődik? Ez negyedikétől, most november 4-től 6-áig lesz. A Tahi Szív-Lelkiségi Központban lesz ez a program, és a helyszínt ugye a Szív-Lelkiségi Központ adja, és magában a Töltődj Föl programban Schuller Melinda nővér is, mint meghívott előadó részt fog venni. Tehát a regisztrációt most a Szív-Lelkiségi Központ vette át ennek a szerepét, tehát ott is tudnak regisztrálni, de hogyha a Corvénak a honlapját megnézik, vagy akár a Facebook oldalon is, Corvé Renáta oldalra is feltöltöttem, akkor kettős regisztrációval bátran tudnak jelentkezni. Molnár Renáta, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk. Én köszönöm a megtisztelő meghívást.